Jó estét kívánunk, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Itt a Puskás Aréna mellett újabb nagyon komoly megmérettetés előtt áll a magyar labdarúgó válogatott, mégpedig hazai pályán. Ez pedig azt jelenti, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség ismét számos programmal készült, amelynek keretében ismét megejtjük a szokásos pódiumbeszélgetést korábbi kiváló játékosokkal, illetve jelenlegi kiváló játékossal. Nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket. Mésző Gézával, Nyilas Elekkel és Angya Szilveszterrel fogunk beszélgetni egy picit a most következő mérkőzésről. Jó estét kívánunk! Az érzéseitekről a találkozóval kapcsolatban, de bemelegítésként kezdjük azzal, amit mindig meg szoktam kérdezni itt a vendégeimtől, hogy mégis, amikor ide érkeztek a stadionhoz, akkor milyen emlékek jutnak elsőként eszetekbe, vagy milyen érzésekkel érkeztek, mert hogy számos történetetek van, ezerszer jártatok itt, szóval mi az, ami elsőként az eszetekbe jut? Hát elsőként az, hogy itt a Szoborparkban annak idején, ugye ezt beszélgettük, hogy a 80-as évek és a 90-es évek között kettős rangadókon itt voltak a bemelegítések. Ugye a Ferencváros játszotta a második mérkőzést mindig, 16 óra 15-kor indult az első mérkőzés, és a második mérkőzésre mind a két csapat, a Ferencváros és az adott ellenfele, és én a Vasassal tudtam itt játszani és melegíteni, és óriási élmény volt a kettős rangadó, de azért ezt azért fölemeli, megelőzi a magyar válogatott, amikor is itt játszhattam, és most, hogy a közönség már másfél órával a kezdés előtt itt van, és nagyon-nagyon szorít, most olyan időszak van a magyar válogatott szempontjából, ami hihetetlenül jó érzés, és a kirakat, a csúcs ott van, és jól működik, akkor aki a futballban van, az is egy picit jobban érzi magát, úgyhogy nagyon-nagyon szorítunk, azt hiszem mondhatom itt mindannyiunk nevében, hogy ez az Európa bajnokságra való kijutás, ez sikerüljön. Elek, neked mi az első emléked, vagy a legkedvesebb emléked a stadionnal kapcsolatban? Hát legkedvesebbet nem tudnék mondani, hiszen rengeteg van. Amiről a Géza beszélt, azt én még gyerekként éltem át. Van közöttünk egy pici kis korkülönbség, meg hamarabb kezdett játszani NB1-ben, mint én, tehát volt bőven előnye, de valóban azok a hangulatok abban az időben is már mondhatná azt, hogy a jelenlegihez hasonlítanak, hiszen akkor is őrület volt, és utána szerencsém volt, játszhattam itt válogatott mérkőzéseket, játszottam itt bajnoki mérkőzést is, amikor az adott ellenfélnek nem volt pálya, illetve a BVSC ellen, amikor 96-ban megnyertük a bajnokságot, akkor itt játszottuk, a BVSC volt a pályaválasztó, és csak jelzem, hogy 45 ezer néző volt azon a mérkőzésem. A teltház volt, hiszen a felső karélyokat nem lehetett megnyitni, sérülésveszélyes volt a pálya, de hát meg annyi élmény. És akkor van még egy, ami nem igazából a focihoz kapcsolódik, hanem ahhoz, hogy 3 órával voltam itt a meccs kezdése előtt, és a szokott helyemre szerettem volna beállni. Annak ellenére, hogy van parkolóm, kicsi menekülő utat szoktam ott az Egresinél találni, hogy hamar kijutok, nem bírtam megállni. Nem volt hely, tele volt autókkal, egymás követték, akik oda szerettek volna parkolni, tehát ez is egy hatalmas jelzése annak, hogy milyen őrület van most itt a futballiránt. Hát én remélem, hogy minden meccs előtt ilyen kihívásokkal kell majd megküzdened, mert ez azt jelenti, hogy az érdeklődés az folyamatos. Szilveszter, egy picit foglald már össze, hogy veled mi van, amióta legutóbb a válogatottban láthattunk, hiszen nem nagyon tudsz játszani ebben a szezonban, még nem léphettél pályára, közben pedig gondolom, hogy borzasztó fájó, hogy te tulajdonképpen ott bent is éppen melegíthetnél, vagy körülnézhetnél a gyepről, hogy milyen is lesz ez a találkozó, és milyen lesz részesének lenni. Igen, hát nekem mostanában a karrierem az egy elég nagy veszőfutás sajnos, mert a sérülések üldöznek, igazából egyik sérülésből megyek át a másikba. Most jelen pillanatban sajnos a térdemmel küzdködök, de úgy néz ki, hogy a közeljövőben most már lesz rá megoldás, és talán a tavaszi szezonban pályára tudok már lépni. A válogatott kapcsán igazából, meg a stadion kapcsán igazából nekem egy nagyon szép emlékem van, amikor a Szobi kirúgta a válogatottat ugye az EB-re, és ott tényleg egy olyan extázis volt, amit sajnálok igazából, hogy a szurkolók akkor abban az időszakban nem lehettek bent a stadionban, ugye a Covid miatt. Szóval nekem ez az egy fájó emlékem van, hogy nem játszhattam a stadionban szurkolók előtt. De tényleg, amit mostanában a szurkolók letesznek az asztalra itt a stadionban, az elképesztő, és nekem is egy kicsit azért fáj a szívem, hogy ezt nem tapasztalhattam meg itt a pályán.
de remélem, hogy minél hamarabb össze tudom szedni magam, és lesz rá még lehetőségem. Hát ebben bízok nagyon, de addig is szurkolok a csapatnak. Inkor egy picit szeretnénk belelátni a játékosok fejébe, hogy úgy mi zajlik az öltözőben, meg egyáltalán, hogy egy ilyen felfokozott állapotban ők vajon mennyire tudnak nyugodtak maradni. Te emlékszel, hogy hogyan éreztél egy kulcsfontosságú találkozó előtt, vagy hogy hogyan is készültél? Igen, az már nagyon régen volt, úgyhogy inkább csak az edzői múltamra, és amikor a játékosokat figyelve, de természetesen az emlékszem rá, de és volt egyfajta nagyon nagy izgalom, de ezek a játékosok már, hál' Istennek, már nem hiszem, hogy annyira izgulnának, hogy ne tudjanak teljesíteni, mert azért bizonyították ezt a korábbi mérkőzéseken, hogy bármennyire is nagy a tét ennek a mai mérkőzésnek is, de nem hiszem, hogy lámpalázosak lesznek, amikor is a játékvezető belefúj a sípjába és elkezdődik a mérkőzés. A meccs előtt lehet egy druk, és aki szokták mondani, akár még egy színészek is, hogyha nincs benned az a lámpaláz, akkor nem tudsz úgy teljesíteni a színpadon. Most ugyanúgy a játékosoknak is kell egyfajta feszültség és druk, de amikor aztán elindul a játék, akkor pedig itt láttuk az utolsó két hazai tétmérkőzésen, hogy mennyire Szoboszlai Dominik vezetésével hihetetlenül jól játszottunk, mind a litvánok ellen, mind a bulgárok ellen. Élvezet volt nézni, hogy mennyire bátrak, amellett, hogy a szerb csapat talán egy kategóriával jobb csapat, mint az előbb említett ellenfél. Ettől függetlenül ugyanaz a bátorság kell ma is a srácoktól, és a közönség pedig ott lesz velük a 12. játékos, abban biztos vagyok. Egyébként őszintén szólva, miért is kellene izgulnunk? Tehát a mai meccsen, jelen pillanatban mi lehetünk abszolút nyugodtak, izguljon az ellenfél, hiszen nekik sokkal fontosabb, hogy itt ma nehogy kikapjanak. Hát persze, ez nyilvánvalóan, hogy ránézünk a tabellára, illetve a formára, és ha az előző meccset vesszük figyelembe, hogy tudtunk nyerni kint idegenbe ellenük, akkor nyilvánvalóan egy... Ahogy is mondjam, pozitívabban váratjuk a folytatást is, de azért mindig kell egy kicsi óvatosságnak lenni, hiszen azért, ahogy néztem a névsort, azért nem mondhatni azt, hogy olyan rossz futbolistákból áll az ellenfél is, tehát kitűnő top csapatban játszanak külföldön nagyon sokan, tehát a 80%-a, és egyértelmű az, hogy egy nagyon erős szerb csapat fog annak ellenére, hogy hiányzók vannak nálunk is pályára lépni. Kell lenni ennek a kellő óvatosságnak, de viszont a másik oldalról pedig egy hatalmas önbizalomnak, hiszen ha csak azt nézzük meg, hogy az utóbbi időben milyen eredményeket értünk el, akkor erre joggal büszkék lehetünk. Neked is vannak ugye szerbekkel kapcsolatos emlékek, sajnos mondjuk azok sem túl pozitívak, nem az eredmények miatt, hanem ugye sérülés miatt. Alapvetően azt mondják a találkozóval kapcsolatban, hogy egyénileg valóban a szerb játékosok talán jobbak összességében, mint a miaink. De hogyha azt nézzük, hogy csapatként ki az erősebb, akkor viszont egyértelműen felénk billen ez a mérleg. Ezzel egyetértetek? Én nem teljesen, azért nálunk is a csapatban szerintem elég magas kvalitású játékosok játszanak, szóval én azt így nem mondanám, hogy egyénileg jobbak lennének a szerbek. Csapatként viszont azt gondolom, hogy elég régóta játszanak együtt a srácok, azért a kezdő 11 nem nagyon szokott változni, maximum egy-két pozícióban, szóval ez egy jó összhangot is jelent a játékosok és tényleg a stáb között. Hogyha esetleg lesz nehezebb szituáció a mérkőzésen, azt gondolom, hogy egymáson tudnak majd segíteni a játékosok a pályán, mert tényleg megvan közöttük az a barátság igazából, meg ez az olyan kapcsolat, ami átsegíti őket a nehéz pillanatokon. Sőt, ugye itt vannak a hazai szurkolóink is, akik tényleg egy olyan atmoszférát tudnak teremteni itt a stadionban, ami átlendítheti a csapatot a nehezebb időszakokon. Mi szerintetek egyébként a reális cél? Olvastam veled egy 10 évvel ezelőtti interjút, és akkor azt mondta teljesen jogosan, hogy nem reális az az elvárás, amit mi a játékosokra teszünk. Nem lehet elvárni azt, hogy a válogatott küzdjön a pótselejtezős helyért, ami ugye 10 évvel ezelőtt még a csoport második pozíciója volt. Ehhez képest most 10 év után
Felteszem a kérdést, hogy jelen pillanatban akkor szerinted mi a realitás? Mert hogy keresztül ment ez a csapat egy hatalmas fejlődési folyamaton. Hát igen, látható, hogy nem kell évtizedeket várni ahhoz, hogyha van egy koncepció és elindul valaki egy olyan úton, ami meg is van szervezve, van tervezés, van mögötte bázis, vannak tehetséges játékosok, és ezekhez úgy van hozzányúlva, ahogyan szakmailag kell, akkor látható, hogy el lehet rövidebb idő alatt is érni sikereket, és nem kell tényleg három generációnak ahhoz felnőni. Most egyértelműen azt mondom, hogy ez jó irányba változott, hál' Istennek, és az, hogy a csoport elsőségért megy a válogatott, ez abszolút egy realitás. Ugye korábban arról beszéltünk, hogy csak a pótselejtezős hely meglegyen, meg Márko Rossz is mindig mondta, hogy évről évre azt várja, hogy ez a csapat fejlődjön, vagy legalábbis selejtezősorozatról selejtezősorozatra, és ezt gyakorlatilag végigkövethetjük. Ugye úgy jutottunk ki először az EB-re, hogy pótselejteztünk, majd aztán már küzdöttünk az egyenes kijutásért, most pedig a csoport elsőségről beszélgetünk. Szerinted Géza, minek köszönhető, hogyha pontokba kell szedni, vagy mik azok a legfontosabb összetevők, amik hozzájárultak ehhez az elmúlt pár év sikersztoriához? Igen, valóban így van, hogy nagyon, nagyon összetett, hogy mitől ennyire sikeres a magyar labdarúgó válogatott. Az, hogy régóta együtt vannak, hogy én az elsők között azt tenném, hogy hihetetlenül jól nyúlt hozzá Márko Rossi a magyar honosításhoz, hogy olyan játékosok tudtak csatlakozni a magyar válogatotthoz, akiket láttunk akár a francia, az olasz, az angol csapatoknál, hogy náluk már a korábbi évtizedekben ez a folyamat megvolt. Be kell látni, hogy egy Orbán Vili nélkül, vagy egy Négo nélkül, Stiles nélkül nagyon-nagyon más lenne ez a magyar válogatott, és még hál' Istennek még Kerkez, tehát lehet sorolni azokat a játékosokat, akik magyarok lettek, úgymond, és a magyar felmenőjük miatt jogosan játszanak a magyar válogatottban. Ezeket a játékosokat kiszúrni, szerintem ez döntő faktor volt. Illetve az, hogy Márko Rossi megérezte például, emlékszem, egy török válogatott mérkőzés volt itt a Puskás stadionban egy pár évvel ezelőtt, amikor is kitalálta azt, hogy nagyon zárt védekezésből hogy tudunk átmenni támadásban, de nem úgy, hogy a centert alig látja a védelem, hanem egy nagyon-nagyon jól meg volt szervezve. Ugye Márko Rosszival volt alkalmam nekem külön is beszélgetni, négy szem közt régóta jóba vagyunk, amikor még ő a honvéd edzője volt, én a Haladás, Újpest, stb. Többször meccseltünk egymás ellen, és nagyon-nagyon értékeltem azt a fajta taktikai repertoárt, amivel ő bír. Tehát az ő személye az azonnal az első helyre is tehetném, és aztán utána a válogatott játékosok megtalálva mindenkinek a posztját, és azt a fajta önbizalmat sugalva, és levéve a játékosokról a terhet, mert nagyon jól mondta, hogy mi lépésről lépésre megyünk, most még lehet, hogy pótselejtező. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon jó lett a kommunikáció, amit azért én is átéltem egy-két dolgot, és sokszor a kommunikáción is múlik egy csapatnak a sikeressége, ezt nagyon jól tudjuk. Úgyhogy rettentő összetett, megvan a stáb, aki nagyon egymásért megy, és ahogy most éppen nyilatkozták, hogy olyan a magyar labdarúgó válogatott manapság, mintha egy klubcsapat lenne. Hát szerintem ez mond el mindent, hogy mennyire szeretnek a stábtagok, a játékosok együtt lenni, és ez a fajta jó együttérzés, és hogy barátok minden szinten, az kijön a pályára is. És hogyha már egy picit a taktikáról és a fejlődési folyamatról beszélünk, akkor már, amit Géza említett, ez is egyébként átment egy elég hosszú folyamaton, és sokkal bátrabb most már ez a futball, amit látunk a mieinktől. Igen, ahogy Géza bá is mondta az elején, tényleg ez a kompakt védekezés volt az első cél, hogy a védekezésünk legyen stabil, és ugye a védekezésből, egy stabil védekezésből egyszerűbb építkezni, és egy jó támadás vagy támadásokat felépíteni, mint hogy állandóan rohangálni az eredmény után. Figyelettek egyébként azokat a játékosokat, akik a ti posztotokon játszanak jelen pillanatban, vagy ők külön figyelmet kapnak tőletek? Hát mondhatjuk, hogy igen, de azért... És kit figyelsz külön? Hát én inkább a jobb oldali játékosokat szoktam, mert én ott játszottam, az is vagyok. Tehát egyértelműen inkább a Négóék szerepét
veszem bocsánat, de amúgy én is dolgozok ugye a szakmában, tehát komplettebben nézzük, és azért is szeretek a mérkőzésekre kiállni, mert akkor a televízión keresztül csak a pálya egyik részét látom, és ugye nem nincs egy teljes kép. Itt pedig annak ellenére, hogy mondjuk a támadás folyik, akkor lehet figyelni azt, hogy a védekezés hogy idomul hozzá, ugye abban a szituációban a különböző területek hogy vannak lefedve, tehát ez sokkal jobb így, de én azt gondolom, hogy csak azonosítani tudok az előttem szólókkal, hogy ez nagyon rendben van, és láthatni azt is, hogy ha van önbizalom, és van támogatottság, és lesz itt 60 akárhány ezer ember, én nem gondolnám, hogy bármitől is kellene félni. És lehetne kétszer annyi, hogyha elférnének. Azt hiszem, olyan óriási volt a jegyigény erre a találkozóra, úgyhogy mi nagyon szerencsések vagyunk mindannyian, hogy itt lehetünk. Picit Vili Orbánra térjünk vissza, hiszen azért jelen pillanatban ő van fókuszban, illetve az ő hiánya van fókuszban a találkozóval kapcsolatban. Szerinted ki az, aki pótolhatja, vagy egyáltalán milyen hatással van ez a csapatra? Hát ugye a Vili a védelem tengelyében játszott, szóval ő fogta össze az egész védelmet. Azt gondolom, hogy hiányozni fog, de vannak a keretben olyan játékosok, akik tudják helyettesíteni. Szerintem a Szalai Attila fog középen játszani. Szerintem ez lehet egy megoldás, és talán a Fiola bal belső védőbe, esetleg ott a hármasba, azt gondolom. De meg kell oldani nélküle is, ugye. Nagyon sokan vannak arra a pozícióra, és most meg lehet mutatni, hogy tényleg képesek rá. Ugye van ennek egy lélektana is, nem? Hogy amikor egy nagyon fontos játékos kiesik, akkor mintha még egyszer olyan erővel küzdenének a többiek. Szerintem számtalan példát láttunk arra, hogy egy kulcsfigura kiesett sérülés miatt, és aztán nagyon jól sikerült az adott mérkőzés. Igen, nem véletlen mondtam az elején, hogy ő az egy kulcsfigurája a magyar válogatottnak, Orbán Vili személyében, egy olyan játékos, akire felnéznek, és egy igazi vezér, nagyon-nagyon ravasz róka is. Ezen a poszton a helyezkedés, nagyon jól tudjuk, az hihetetlenül fontos, a Vili ezt nagyon tudja. De ahogy a Sziszka is említette, hogy itt most itt vannak azért olyan játékosok, akik tudják helyettesíteni, nagyon kell, hogy a középpályáról is előről Dominikék olyan állapotban legyenek, amivel tudják egy kicsit tehermentesíteni a védelmünket. De azt hiszem, hogy mindenkit az érdekel, hogy ki fog itt játszani. És én is azért arra szavaznék, hogy Fiola Attila, aki egyszerűen itt emlékszünk a franciák ellen, micsoda gólt szerzett, és egy igazi Jolly Joker, hogy őt aztán bárhova lehet tenni. Én is rávoksolnék, hogy talán ő tudja, ha nem is pontosan azon a belső pozícióban, de akármelyik szélén, és akkor ahhoz képest fog Szalai Attila is majd elhelyezkedni, de valószínűleg, hogy ő fogja tudni helyettesíteni. Amit itt a szurkolók is, akár itt a Nemzeti Sport online-on is szavaztak, azzal talán egyet lehet érteni, hogy valószínűleg ez lesz a kezdőcsapat, de az nagyon nagy dolog a mai magyar válogatottban, és ezt bebizonyították már több mérkőzésen keresztül is, hogy nem csak 11 ember van, hanem akik beszállnak, azok is mérkőzést tudnak eldönteni, gólokat tudnak rúgni, és nagyon-nagyon jól is védekeznek, hogyha éppen védőjátékosról legyen szó. Hát szép lassan meg lesz majd egyébként a hivatalos kezdőcsapat is, és akkor megkapjuk erre a kérdésre a választ. Egyébként szerintem Fiola Attilát közülünk te ismered a legjobban, úgyhogy hát nagyon tapasztalt, ezt kiemelte Márko Rossi, hogy amikor eldönti, hogy kit is küld pályára Vili Orbán helyett, akkor ez is számítani fog. Rengeteg válogatott mérkőzés van a háta mögött. Hogyan jellemeznéd őt egyébként? Igen, hát ugye mi a Fityóval már elég régóta játszunk együtt, ugye a csapattársam is a klubomban. Én azt gondolom, hogy ő lenne talán a legmegfelelőbb választás erre a pozícióra. Ahogy mondta Géza Bá is, hogy igazából a védelemben bármelyik poszton tud játszani, és tényleg egy olyan motivációval fog a pályára lépni, hogy csúnyán mondva elharapja az ellenfélnek a torkát. Szóval azt gondolom, hogy most ilyen játékosokra van szükség ott a védelemben, akik agresszívak és nem félnek semmitől. Kell-e félnünk egyébként a szerbektől, vagy kik azok a játékosok, akiket elsősorban kiemelnétek ma az ellenféltől? Jellemző, hogy ha már nagy a baj, ők akkor tudnak a legjobb teljesítmény nyújtani, és azt hiszem, hogy ezt a légkört, amit fogadni fogja őket, kifejezetten kedvelni fogják.
Hát igen, egy biztos, tehát ugye, ismerve a szerbek mentalitását, azért az identitásuk azért elég komoly merítési lehetőség, hiszen nagyon sok bajban részt vettek, már mondhatjuk úgy, akár politikai, akár sportról beszéltünk, és abból is mindig kijöttek, tehát ez egyértelmű, hogy nagyon elszánt és agresszív csapattal fogunk szembe találkozni. De most az, hogy kit lehet kiemelni, hát ugye az előbb említettem, hogy én átnéztem a névsort, hát azért van kit, tehát van Chelsea-t, Fulham játékos, tehát szenzációs futballistáik vannak, annak ellenére, hogy ugye hiányzóik is vannak, ezt már az előbb említettük. Én azt gondolom, hogy nem is, tehát szakmailag nyilván fel kell erre készülni, meg gondolom, hogy meg is kapja mindenki a saját egyén, illetve a csapat taktikai dolgát, és ezzel kelnek, ezzel fekszenek. Ez biztos, de én azt mondanám, hogy nem szabad ezt talán túl reagálni, ezt a dolgot, akár a Willy Orbánét sem, akár azt, hogy ki az ellenfél ma itt. Nem tudom, hát nem a futball nyelven mondani. Mondjuk úgy, hogy kőkövön nem maradhat, és akkor innen nem szabad elmenni. És hogyha még esetleg legyen úgy, hogy döntetlen, akkor is az élen maradunk, ugye, és a mérkőzés szám egyel kevesebb lett, a legfőbb ellenfelünk vagy riválisunk nem jött közelebb hozzánk. Tehát meg kell tenni mindent a győzelemért, de szomorkodni semmiféleképpen nem szabad, hiszen mondhatjuk, hogy az első helyért megyünk, még vannak ellenére is, hogyha bármi történik. Igen, az embert egy picit elragadja a lendület, hiszen azt tudjuk, hogy ha a most következő két meccset megnyerjük, akkor már teljesen mindegy, hogy mi történik a többiekkel, biztos, hogy ott vagyunk az EB-n. De azért mégiscsak az elvárásaink maradjanak a realitás talaján. Igen, és nagyon jó pozícióban vagyunk, hát ugye ezt már több kérdésen keresztül itt ezt taglaltuk, hogy tulajdonképpen nincs félnivalónk, ott vagyunk elől, de olyan szerb csapat van, aki tényleg jó erőkből áll, és nagyon érdekes lesz szakmailag, hogy most lehet hallani, hogy esetleg váltanak, és akkor most két belső védővel játszanak, és hogy megpróbálnak bátran játszani és meglepni bennünket, de én azt gondolom, hogy a mi csapatunk pedig készen áll arra, hogy egy ilyen jó erőkből álló szerb csapattal is úgy veszi föl a versenyt, hogy végig esélye lesz a győzelemre, és ez a legfontosabb. Itt lehet itt most az ellenfelet nagyon figyelni, hogy milyen játék, hogy most Tadic, vagy aki a Fenerbahce-ban játszik, vagy vannak a Juventus játékosok, aztán van Neymarnak, hogy a csapattársa, aki Szaúd-Arábiában játszik, tehát hogy tényleg vannak olyan ászok, akik hihetetlen nagyságok, de ahogy itt említettétek az elején, hogy a magyar válogatottnak a csapatban van az ereje, és hát reméljük az egyéniségek is villannak, és akkor ma egy nagyon szép esténk lesz ismét. Nyilván van nyomás, mert az mindig van, de talán érdemes ezt a meccset egy lehetőségnek tekinteni, hiszen a kinti győzelem az nagyon megnyugtathat bennünket, és megnyugtathatja a játékosokat is. Picit tudsz arról mesélni, hogy ilyenkor ti bent az öltözőben hogyan élitek meg ezt az óriási várakozást, mert azért nektek muszáj mégis attól függetlenül, hogy ki az ellenfél, hogy mi a tét, ugyanúgy tekinteni erre a meccsre, mint az összes többire, és hideg fejjel felkészülni. Igen, ugye szerintem az egész csapat ugye már a héten specifikusan gyakorolta a taktikai mozdulatokat a szerbek ellen. Biztos nagyon sok videózás volt. Ugye a mesternek ez a megszokott terve vagy menete igazából, hogy kielemezni pontosan a csapatot, sőt a védőket, a középpályásokat, a csatárokat különbe szokta hívni videózásokra, és azokat a játékosokat is kielemzik, akikkel találkozhatnak a mérkőzésen. Nyilván ugye elég nagy a felhajtás itt a mérkőzés előtt, ugye, hogyha nyerünk két meccset, akkor már kijuthatunk az EB-re egyenes úton. Azt gondolom, hogy ezt a srácok tényleg olyan csapatban játszanak, hogy ezzel napi szinten találkoznak, és ki tudják zárni ezeket a körülményeket, és csak a meccsre fókuszálni. Szóval azt gondolom, hogy senki nem fogja túlpörögni ezt a mérkőzést, és oda fogják tenni magukat. Picit lazábban tudják az ilyen szituációkat kezelni szerintetek a mostani játékosok, mint ahogy mondjuk annak idején ti kezeltétek? Hát, nem is van, szerintem ez ugyanúgy van most is, mint annak idején volt, hogy ugye, van egy 11 játékos, mondjuk a kezdőcsapatról beszélünk csak, akik kimennek a pályára,
Az egyik ilyen személyiség, a másik olyan személyiség. Van, akinek kellő lezserség, az úgy készül. Én inkább ez a fajta voltam. Nagyon komolyan vettem a dolgokat természetesen, de belevittem némi kis vicceskedést, mert azért az sem jó, hogy az ember túl feszülten lép a pályára, hiszen azért okozhat az problémát. Itt mindenkinek megvan a saját metodika, egy mérkőzés előtt ezek ilyen percre pontosan be vannak lőve, és én nem gondolnám azt, hogy erre a mérkőzésre sokkal másabban kellene készülni, mint akár a litvánok ellenire itthon, úgyhogy ha már megnyertük mondjuk a csoportunkat, beszéljünk erről, vagy teljesen mindegy. Egy mérkőzés az mindig ugyanolyan, és arra fel kell úgy készülni, mint hogyha az ember a döntőt játszana, vagy akár a világbajnoki döntőt. Legalábbis én soha nem tettem különbséget mérkőzések között. Te is a vicces alkat voltál, gondolom, vagy a poénkodós, vagy nem? Én nem, én az Eleknek nagyon hallgattam a poénjait, azt nagyon szerettem mindig, és kell is, hogy igazából akibe érzi a játékos társ, hogy egy kicsit feszültebb, akkor egy kicsit, na öreg, nem majd itt leszek mellette, ad ide a labdát a bankba, majd ott jó helyen lesz nála. Hát voltak ilyen poénjai az Eleknek, és aztán utána meg teljesített is a pályán, mert az lett volna a fura, hogyha akkor ott meg nem meri elkérni a labdát, és oda lehetett neki adni akkor is. Úgyhogy ezek szerintem fontosak. Én nem voltam annyira poénkodós, de viszont nem is voltam az izgulós se, sőt, edzőként is azt vallom, hogy ha látja rajtam a játékos, hogy én izgulok, akkor ő még jobban elkezd izgulni. Szoktuk mondani, hogy te ne izguljál, izguljon az a hülye edző, aki betesz téged. Úgyhogy Marco Rossi is így van ezzel szerintem, hogy leveszi a terhet a játékosokról, és nem kell izgulni, de ezek már tényleg olyan minőségi játékosok, meg ráadásul érzik is, hogy annyira szeretik a szurkolók a csapatot, mert éppen az alapot, azt a fajta elvárást, hogy az első és az utolsó pillanatig mennek, az első pillanattól az utolsóig, akkor azt nagyon-nagyon szeretettel viszonozza a szurkolótábor, és ez most egy ilyen időszak, úgyhogy ez ki kell használni, és ezt fogni kell az utolsó pillanatig, és minden egyes meccsen ennek megfelelni. Te egy más generáció vagy, de te sem maradj ki ebből a körből, szóval te a feszültséget, azt hogyan kezeled, amikor egy nagyon-nagyon fontos tétmeccs előtt állsz? Én is talán a humorosabbak közé tartozom, próbáljuk kicsit azért elviccelni a dolgokat, vagy ugratni a másikat meccs előtt, de nagyon sok olyan csapattársam van, akik inkább így tényleg szeretnek egyedül hangolódni a mérkőzésekre és fókuszálni, és nem nagyon beszélnek mással, mindenkinek megvan a saját rituáléja igazából meccs előtt. Én inkább azok közé tartozom, akik keresi a másiknak a társaságát, próbálunk beszélgetni, tényleg egy kicsit így a figyelmünket úgymond nem elvonni, de kicsit oldani a feszültséget így az öltözőben, viszont amikor kimegyünk a pályára, akkor tényleg mindenki 100% fókusz, és akkor nincs mese. És hadd mondjak még ide egy olyan dolgot, hogy legalábbis én azt tapasztaltam, hogy olyan lassan megy az idő. Tehát másfél-két órával ott voltunk a mérkőzés előtt, és olyan lassan Igen, és akkor amit mond a Szilveszter is, hogy legyen valami beszélgetés, vagy valami hozzás, mert az rengeteg az idő, hogy a masszíroztatás, készülődés, stb. De az a másfél óra az rengeteg. És régen nem mentünk ki 30-40 perccel, vagy 50-nel előtte melegíteni, hanem jóval kevesebb időt töltöttünk úgy már a mérkőzés kezdéséig a pályán. Tehát ez is egy érdekes dolog volt, és ezért is alakulhatott ez ki, hogy valamit csináljunk meg, mert az hihetetlen volt, már az ember ment volna kijátszani. Meg hát nem csak ez a két óra hosszú, nem, hanem az egész nap. Hát felkelsz, és azt várod, hogy eljöjjön az este 3:49, ugye? Hát ez most már ezt is megszokták, mert ugye a Bajnokok Ligája mérkőzéseken, tehát azok a csapatok, mint Kerkez, Szoboszlai, hát ez már nem probléma, hogy este 3:49-kor kezdődik a mérkőzés, de valóban egyfajta bioritmusnak be kell állnia, és nagyon fontos, hogy mennyit pihensz az ebéd után, mennyit eszel ilyenkor, mit iszol, tehát nagyon-nagyon hihetetlenül fontos, hogy ezek mind-mind jól működjenek, de ez már bevet nagyon már a válogatott házatáján is. De ez annak idején nem volt így, ugye ezek a 3:49-es kezdések, miről beszéltünk itt a kettős lengadó 16-15-kor, utána 18 órakor, tehát 3:49-es reggel fölkeltél, tehát mikor leszek 3:49-es, 20:45 inkább, 3:49 az hamar. Tehát ez borzasztó, ez nem, na mindegy. Ha lennél futballista, nem? Örülök, kifutnál. 3:49-kor is egye fene. Arról nem beszéltünk még veled, hogy a posztodon játszó játékosokról mi a benyomásod. Hát gondolom, hogy nagyon-nagyon pozitív, amit látsz.
Így van, ugye a Milosnak követem a karrierjét, amikor berobbant a válogatottba, akkor is nagyon, nagyon szimpatizáltam tényleg a játékával. Ugye előtte a Nagy Zsolti játszott, őt azért sajnálom, mert azért neki is volt része most a sérülésekben, de ugye már ő is felépült, és itt van a keretben. Tényleg Milos előtt le a kalappal, szoktam nézni a Premier League-es meccseit is, abszolút megállja a helyét, inkább felfele tűnik ki a csapatából, sőt a hónapjátékosa is lett azt hiszem augusztusban. Szóval én azt kívánom neki, hogy ezen az úton haladjon tovább, és tényleg minél messzebb jusson. Hát ha már a poénoknál vagyunk, azt hiszem éppen Nagy Zsolt szólt be a kérkeznek, ne idegeskedjél kicsi, most már itt vagyok én is a keretbe, úgyhogy nyugodtan játsszál jól, de ha bármi gondod van, szóljál, már itt vagyok és beszállok. És reméljük, hogy erre még neked is lesz lehetőséged, gondolom, hogy óriási motiváció ez az egész, amit itt látsz, és azért küzdesz nap, mint nap, hogy esetleg megadathasson még. Így van, mondjuk én azt mondom, hogy nem lehetek elégedetlen, mert tényleg volt szerencsém játszani a Nemzeti 11-ben, és amikor kisgyerek voltam, soha nem gondoltam volna erre, hogy idáig eljuthatok, de nyilván nagyon rosszkor jöttek a sérülések, pont az EB előtt, ugye akkor a bőkeret tagja voltam, játszottam is a meccseken, igazából ez egy nagyon fájó pont így az életemben, de örülök, hogy most itt lehetek, és tényleg van szanszunk, sőt, elég nagy szanszunk van kijutni ismét egy EB-re, és nagyon szurkolok a csapatnak. Különben sokkal rosszabb itt ülni, mint ott bent lenni, de ez tényleg így van. Sokkal megbeszéltük szilveszter januártól, már igen. Abszolút lehet rá számítani, és nagyon drukkolunk neki, hogy ismét visszakerüljön a válogatottba. Először a klubcsapatába, és aztán utána pedig a válogatottba. Azért remélem, hogy olyan nagyon nem volt rossz itt ülni, és jól éreztétek magatokat, mert hogy ennyi idő nem volt. Nem az volt idegesítő, hogy itt ültünk, hanem hogy majd a meccs közben, hogy az embernek jár a lába, meg lőne, meg passzolna, és akkor már nem lehet. Persze. Lehet, csak rossz helyre adjuk. Világos, és nagyon szépen köszönöm nektek, ahogy mindenkinek a részvételt, és hát nagyon jó szórakozást, és nagyon jó szurkolást kívánunk mindenkinek, és reméljük, hogy egy pozitív élménnyel gazdagabban mehetünk majd este 11-kor haza. Mindenkinek minden jót, viszontlátásra. Köszönöm szépen. Hajrá, magyarok! Köszönjük. Hajrá, magyarok!